Jó estét kívánok az Oxigén televízió nézőinek! Önök az esti híradót látják június 6-án kedden. Az ügyészség vádat emelt a Moson-Szentmiklósi drogtermesztő ellen. Népszavazást szeretne a Reflex Egyesület a Püspökerdőbe tervezett szálloda ügyében, és véget ért a szezon a Győr Sharks számára. A részletek hamarosan jönnek, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Brit harci repülők érkeztek a pápai repülőtérre. A gépek nemzetközi gyakorlaton vesznek részt hazánkban. Megrohamozták a vásárlók az üzleteket a hosszú hétvége miatt. Volt, akinek csaknem egy órát kellett várnia, mire el tudta hagyni egy bevásárlóközpont parkolóját a tömeg miatt. Steve Aoki zenél az EOF megnyitó ünnepségén, jelentették be a szervezők. A közönséget is bevonják majd a műsorban egy speciális karkötő segítségével. És marad a napos, száraz idő a következő napokban is. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Brit harci repülők érkeztek a pápai repülőtérre, a napokban még hazánkban tart egy nagy nemzetközi gyakorlat, amelyen a NATO tagországok légi hadereje vesz részt. Ehhez csatlakoznak most a brit gépek. Így húzott el a két brit Eurofighter Typhoon a pápai repülőtér felett. A gépek Romániából érkeztek, hogy csatlakozzanak a Load Diffuser 2017 elnevezésű gyakorlathoz, amelyen NATO tagországok vesznek részt. Ezen a gyakorlaton ezek a koalíciós erők gyakorolják azt a feladatot, amit éles helyzetben végre kellene hajtaniuk, hogy begyakorolják azokat az eljárásokat, harcászati fogásokat, és egy hangon beszéljenek a műveletek tervezése, végrehajtása és értékelése során, ha éles helyzetre kerülne sor. A tájfúnok érkezése azért is különleges a pápai reptér életében, mert korábban még soha nem jártak itt ilyen repülők, ezért különleges felkészülés előzte meg a leszállást. A típus ismerettől elkezdve nagyon sok minden szerepelt a felkészülési programban, egészen az együttműködés az angol küldöttséggel. Előkészítő csoport érkezett ide hozzánk, és percről percre megterveztük az itt folyó munkát. A gépek a napokban Kecskemétre repülnek, itt van ugyanis a gyakorlat központja. A következő napokban gyakorlatot hajtunk végre több más szövetséges légierő pilótáival. Többek között amerikai és természetesen magyar katonákkal is együttműködünk. Ez az egyik legmagasabb szintű gyakorlat, amin valaha részt vettünk. Nagyon összetett taktikát fogunk kipróbálni. Örülünk annak, hogy ennyi partnerrel tudunk együttműködni, és segíteni az ő legmagasabb szintű felkészülésüket is. Az eddigi együttműködésről a brit katonai attasé is elismer. Ez egy újabb lépés a védelmi együttműködésünkben magyar barátainkkal. Hálával tartozunk ezért a támogatásért, amelyet folyamatosan megkapunk a magyar honvédségtől a feladataink során. Természetesen várjuk már, hogy a jövőben is közösen együtt dolgozzunk, és emellett a teljes küldöttségünknek sokat jelent, hogy most mind itt lehetünk. A Load Diffuser gyakorlat június 9-éig tart. Nagy volt a tumultus szombaton a bevásárlóközpontokban. A pünkösdi hétvége miatt ugyanis vasárnap és hétfőn zárva tartottak az üzletek. A tapasztalatok szerint ilyenkor az emberek jóval többet költenek, a boltokban pedig jóval nagyobb a forgalom, mint egy átlagos hétvégén. Akár egy órát is vesztegelhettek azok az autósok, akik szerettek volna kijutni az egyik győri áruház parkolójából. A pünkösdi hétvége miatt vasárnap és hétfőn az üzletek nagy része zárva volt, a bevásárlást ezért sokan szombatra időzítették. Mint hogyha egy hétre zárna be, meg annyit is vásárolnak, úgyhogy nagyon sokan vannak. Ilyenkor, hogyha két nap kimarad a vásárlási lehetőségből, akkor mindig sokan vannak, most is egy csomó minden. Zöldségféle, gyümölcsféle már ki van fogyva, úgyhogy mi is azért jöttünk inkább délután, és nem délután. Hosszú a sor a hentes pult előtt, de az üdítőknél is sokan válogatnak. A Pékáru részleget szinte teljesen kifosztották a hosszú hétvégére vásárló vevők. Az a két nap, az csak két nap, és hát olyat vesz az ember, ami el is fogy két nap alatt. Üdítőt, húst, hát ami igazából kell kajázáshoz, hamigázáshoz. Az összes kassa működött, nem volt idejük pihenni a pénztárosoknak, roskadásig tele voltak élelmiszerrel a kasszaszallagok. Hát azért egy picit mindenki rátartása vásárol, úgy gondolom. Szerencsére, ha még aki megteheti. A tapasztalatok szerint az áruháznak dupla akkora forgalma volt, mint hogyha vasárnap és hétfőn is nyitva tartott volna. Helyi népszavazást tartana a Reflex Környezetvédő Egyesület a Püspökerdő ügyében.
A kiíráshoz nagyjából 18 ezer támogató szükséges, jelenleg az Egyesület közösségi oldalán előregisztráció folyik. A környezetvédők azt sérelmezik, hogy többször is felmerült már a terület hasznosításának az ötlete, például kajakkenu pályaként. Ugyanakkor szerintük a város tüdejének is nevezett területet mindenképpen meg kellene tartani eredeti állapotában, hiszen jelen pillanatban ez Győr legnagyobb zöld területe. Munkaerőhiány tapasztalható a nyári diákmunka területén is, ugyanis egyre kevesebben tanulnak a felsőoktatásban. Ami 2007-ben 470 ezeren, addig mára mindössze 290 ezeren járnak egyetemekre, főiskolákra. Csökkent tehát a diákmunkát válaló fiatalok száma, az állás lehetőségek száma viszont ezzel szemben nőtt, mondta Simon Balázs, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének főtitkára. Nyári munkát egyébként 16 éves kortól lehet vállalni, a 18 év alatti diákoknak azonban szülői hozzájárulást is be kell mutatniuk a szövetkezeteknél. 51-től kábítószergyanús növényt, növényi törmeléket és a termesztéshez szükséges eszközöket foglalt le a rendőrség még ősszel egy mosonszentmiklósi telken. A telek tulajdonosa 37 éves gyanúsított a hétvégi ház kertjében és egy fólia sátorban termesztette a kanábiszt. A nyomozás során a vegyész szakértői vélemény megállapította, a lefoglalt növény hatóanyagai meghaladják a jelentős mennyiség alsó határát, a nyomozás lezárult. Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki az elmúlt időszakban több idős asszonyt is kirabolt Tatabánya környékén. A gyanúsított a kihallgatáson elismerte, hogy május 12-én befogta egy jártát söprő 94 éves asszony száját, a füléből pedig kitépte aranyfülbevalóit, valamint hogy két héttel később egy 76 éves asszony földre letett táskáját is ellopta. A férfit előzetes letartóztatásba helyezte a Tatabányai járásbíróság. A 28 éves gyanúsítottnak a későbbiekben rablás és lopás miatt kell majd felelnie. Több mint 50 éves autócsodák érkeztek Pannonhalmára a hétvégén. A Beszterce bányai Fiat 600-as klub tagjai ugyanis ide szervezték éves kirándulásukat. A Fiat 600-asokat 1955 és 1969 között Olaszországban gyártották, és több mint 3 millió példányt adtak el belőle Európa szerte. Nem mindennapi látványban lehetett része azoknak, akik szombaton a Pannonhalmi apátságnál kirándultak. A Beszterce bányai Fiat 600-as klub ugyanis ide szervezte éves kirándulását, a tagok pedig természetesen veterán autóikkal érkeztek. Az autó tulajdonosok felesége is itt vannak, tehát megbocsájtóak, mert van olyan állítás, hogy sokszor a férfiak többet törődnek ezek az autókkal, mint a kedves feleségeikkel. Hát elég sok odafigyelést és törődést igényelnek, de nagyon megbízhatóak és trapabíróak ezek autók. Tehát ha egyszer rendben van téve, akkor lehet használni. Az én autóm is szinte, tehát nyáron, tavasszal, ősszel, minden nap öröm autózásra használom, és megbízható, kitartó gépjármű. A társaság tagjait kétségtelenül a kis autó iránti szeretet köti össze, a legtöbb tulajdonos személyes élmények miatt vált az autó rajongójává. Ehhez az autóhoz nagyon erős családi kötelék fűz. 5 éves voltam, amikor ennek az autónak a hátsó üléséről figyeltem, hogy az édesapám az unokatestvéremet tanítja vezetni. Ez az autó valahogy elkallódott, 11 évvel később teljesen véletlenül találtam rá, rögtön meg is vásároltam, azóta velem van. A több mint 50 éves autó csodák között volt előre nyílós, hátra nyílós hajtajú díszléces és díszléc nélküli, dallamkürt nélküli és dallamkürttel felszerelt is. A Fiat 600-ast 1955-től 1969-ig Olaszországban gyártották, a 29 lóerős, 4 hengeres vízfűtéses hátsó motorral ellátott gépjármű ebben az időszakban Európában hamar kedvencé vált. Ez az autótípus az, ami gyakorlatilag 4 kerékre állította a nemzeteket, mert hogy több mint 3 millió példányt adtak el belőle. Az olaszok ezzel az autóval teremtették meg a családi autó fogalmát, így nem meglepő, hogy mindenki, akinek volt, vagy van ilyen, az nagy szeretettel gondol rá. A Pannonhalmára látogató csodák közül ez az autó a legidősebb, ezt a példányt 1964-ben gyártották.
végzős diákoknak szervezett tablóversenyt a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított Győri Bevásárló utcák alapítvány. Nem csak a tablók, de a győri belváros is a figyelem középpontjába került a közösségi oldalakon. A szervezők a legnépszerűbb osztályukat díjazták, és egy külön díjat is átadtak Győrben a belga étteremben. A legtöbb szavazatot a Jedlikányos iskola tablója kapta. Már nincs 50 nap, és megkezdődik Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál. Az olimpiai láng már megérkezett a városba, a napokban pedig a legtöbb sportágban véglegessé válik a magyar csapat összetétele. A művészek már próbálják a megnyitó programját, és amelyről kiderült, egy speciális karkötő segítségével minden néző részese lesz a produkciónak. Újabb szponzorok csatlakoztak az EOF támogatói köréhez, és a média partnerekkel is megállapodást írt alá Borkai Zsolt, a szervezőbizottság elnöke Győrben. Az ifjúsági olimpiára 50 országból 2500 sportolót várnak, akik először az ötkarikás játékok történetében már a bevonulás előtt is a nézőtéren ülhetnek majd. Óriási, zseniális ötlet, hiszen igen, amikor akár sportvezetőként, vagy éppen versenyzőként olimpián vettem részt, akkor az volt tapasztalható, főleg amikor az ember felvonult, hogy ugye a nyitó ünnepségnek csak a második felében volt részese, és addig kint várakozott. Most pedig azzal, hogy már eleve a sportolók benne lehetnek és bennülhetnek a kezdetétől fogva, ezzel valóban részeseivé válnak, és átélhetik minden pillanatát. A többszörös világ és Európa bajnok Bánhegyi Adrián is fellép a Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megnyitóján. Rövid bemutatójából az is kiderült, a kötélugrás mellett a labdával is jól bánik. Egy pár trükk, amit bemutattam, az biztos, hogy belekerül a produkcióba, egy kicsit kombinálva a többiekkel, ami szerintem inkább érdekesebbé teszi a műsort. Az EOF megnyitóját Heilig András rendezi majd. Azt mondja, próbálják a megvalósíthatóság határait a lehető leginkább kitolni, de ez nem csak a művészeknek kihívás. A pálya közepén például 6x6 méteres LED falakból kockát formálnak majd, és ennek a súlyos szerkezetnek a mozgatása sem egyszerű. Az alkotóknak azt is figyelembe kellett venni, hogy éppen 8:30-kor, a megnyitó kezdetekor van napnyugta. A nyitány részét úgy állítottuk össze, hogy ott még showtechnikai világításban az első blokkokban sajnos nem fogunk tudni túl sokat hozzátenni. Ott a látványvilág lesz az a jelmezek, a díszletek, illetve az egész körítés lesz az, ami önmagában meg fog mozdulni, és hogy megyünk bele az éjszakába, úgy fogunk egyre több különleges effektet használni. A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, a tortadobálásáról is ismert világhírű amerikai DJ Steve Aoki lesz a megnyitó sztárvendége, de mellett fontos szerep vár a győri művészekre is. A filharmonikusok élőben zenélnek majd, de fellépnek a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház és a Vaskakas Báb Színház művészei is. Úgy kell a művészeti tartalmat illet egyensúlyba hozni, hogy ez ugyanolyan izgalmas legyen egy keleti, egy északi, egy déli, egy nyugati európai régióból érkezőnek. Magyarul megpróbáltuk az egyensúlyt megtalálni a magyar kultúra, a nemzetköziség és a fiatalosság háromszögében, ami elég kevés sajnos a metszet, de azt gondolom, hogy annyit bele tudtunk tenni, hogy megmutassuk Magyarországot, megmutassuk egy kicsit a saját kultúránkat olyan szemszögből, hogy a fiatalosság, a frissesség, illetve a nemzetköziség nem hiányzik a magyar kultúrából. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak csak a megnyitójára kell jegyet venni, de a többi eseményre is regisztrálni kell. Ezek az ingyenes belépők azonban több sportágban már szinte elfogytak, és csak azok a tikettek maradtak meg, amelyeket a résztvevő országok olimpiai bizottságának és rajtuk keresztül a versenyzők hozzátartozóinak tartottak fent. Elfogytak a jegyek sok eseményre, főleg a sporteseményekre, de blokkolva van egyelőre 30%, amelynek egy részét helyszíni jegyértékesítésre is szánjuk, illetve meg fogjuk nyitni akkor, amikor végleges lesz az indulóknak a létszáma, illetve az indulóknak a kiléte. A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, Ördög Nóra és Szújó Zoltán lesznek a megnyitó ünnepség műsorvezetői. Véget ért a szezon a Győr Sharks számára. Az amerikai futballbajnokság alapszakaszában ugyanis a győrieknek az volt a cél a Budapest Wolves otthonában, hogy kiharcolják a rájátszásba kerülést. Erre ugyan meg is volt a lehetőség a második félidőben, a farkasok viszont jól hajráztak, végül pedig 57-44-es győzelmet arattak, ezzel pedig eldőlt, hogy a Sharks nem jutott be a HFL rájátszásába. A hétvégén rendezték meg a 10. serdülő judo Európa kupát Győrben.
több száz U15-ös korosztályú versenyző lépett tatamira, a megmérettetésen részt vettek többek között Lengyelország és Grúzia versenyzői is. Többek között Magyarország, a környező országok, Lengyelország és Grúzia fiatal dzsúdósai is tatamira léptek. Ezeknek a gyerekeknek már nem ez az első megmérettetésük, ugyanis ebben a sportágban 10 éves kortól lehet versenyezni. Minden sportágban megvan az az időszak, amikor nagyon fogékonyak a gyerekek. Hát ez az iskola éréssel nagyjából egybeesik, 7 éves gyerekeknél érdemes elkezdeni, mert gyorsabban tanulják meg azokat a technikákat, amit mondjuk egy 5 éves, egy 6 éves gyerek meg tud tanulni, és 10 éves kortól van versenyeztetés. Ez az a korosztály, amiben nagyon fogékonyak még a gyerekek is, technikai, taktikai képességeket, de főleg a technikai részét kell már nagyon tudniuk. A taktika az későbbiekben kialakul, illetve az egy kicsit nehezebben tanítható, de ebben a korosztályban igenis már majdnem mindent kell tudni a versenyről, a versenysportról, a cságáncsnak a szépségéről, technikailag, illetve taktikailag, illetve már az előfejlesztés bizonyos része saját testsúllyal már el kell, hogy kezdődjön ebben az életszakadban. A cságáncs egy rendkívül összetett sportág, sok mindenre oda kell figyelni ahhoz, hogy valaki eredményes legyen benne. A technikai tudás az nagyon fontos. Tehát amikor a gyerekek, amikor elkezdik a dzsúdót, akkor hogy megkapják az alapokat rendesen, hogy utána kell hozzá egy kellő agresszivitás is tulajdonképpen, tehát nem azt mondjuk, hogy durvaság, de az egy kemény hozzáállás kell a gyerekektől is tulajdonképpen. Aki nem tud odaállni keményen küzdeni, az nem fog nyerni, és hogy a saját munkáját ráerőltesse az ellenfélre. A fogás nagyon fontos, meg igen, fejben is ott kell lenni. Az ehhez hasonló megmérettetéseket a gyerekek nagyon komolyan veszik, mondják az edzők, hiszen itt van lehetőség arra, hogy más országok sportolóival is összemérjék erejüket. Ez a verseny, vagy egy-egy ilyen verseny, tehát ez a főversenyük a serdülő korosztálynak, már előkészítője a jövő évi ifjúsági korosztályba lépésben, ahol van már világverseny, Európa-bajnokság, és hasonló rendezéssel, illetve körülményekkel találkozzanak a versenyzők, és ez egy előkészítő fázisa az ifjúsági korcsoportba lépéshez. A serdülő Európa kupát Győrben már 10. alkalommal rendezték meg. Brit harci repülők érkeztek a pápai repülőtérre. A gépek nemzetközi gyakorlaton vesznek részt hazánkban. Megrohamozták a vásárlók az üzleteket a hosszú hétvége miatt. Volt, akinek csaknem egy órát kellett várnia, mire el tudta hagyni egy bevásárlóközpont parkolóját a tömeg miatt. Steve Aoki zenére az EOF megnyitó ünnepségén jelentették be a szervezők. A közönséget is bevonják majd a műsorban egy speciális karkötő segítségével. Tömördi Szabina ma is elhozta nekünk régiónk legjobb programjait. Szia Szabina, milyen programokat ajánlasz szerdára? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Science Show Moson Magyaróváron a különleges és látványos fizikai-kémiai kísérleteket fél egytől majd 4 órától lehet megnézni a Futurában. Aztán Királykis Miklós Győrben Lázár Ervin meséi alapján készült bábjátékot szerdán kétszer is lehet majd látni, délelőtt 10, majd 14 órától a Vaskakasban. Aztán Bolyai kiállítás Moson-Magyaróváron a Bolyai iskola diákjainak rajzaiból összeállított tárlatot délután 5 órától lehet megnézni a Flash központban. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Napos lesz a szerda az előrejelzések szerint. Magyarország északnyugati felében a hideg front érezteti még a hatását. Szerdán hajnalban 15, amíg reggel 20 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Szerdán a nappali csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul a prognózisok szerint, amíg szerda este 14-20 fokot mérhetünk majd, csapadékra nem kell számítani.
A következő napokban sem lesz eső a hosszú távú előrejelzések szerint északnyugaton. Csütörtökön reggel és este 11 napközben pedig 25 fok valószínű. A péntek is naposan alakul, és már egyre magasabb lesz a hőmérséklet maximuma. 11 fok lesz reggel és este az előrejelzések alapján, napközben pedig akár 28 fokot is mérhetünk majd. Szombaton is kellemes időre számíthatunk, a nap elején és végén 15, amíg napközben 25 fok valószínű. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió műsorát látták június 6-án kedden. Legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket Győr, Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye legfrissebb híreivel. Figyelmüket köszönjük, viszontlátásra!